2010-ben 12 iskolát tartottak fenn nemzetiségi önkormányzatok. Ma ez a szám elérte a 100-at, mondta ünnepi beszédében Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pécsett, a középiskolásoknak odaítélt nemzetiségi, tanulmányi ösztöndíját adó rendezvényen. Pécsett 12-en a Kok Valéria iskola központba, a Lővei Klára gimnáziumba, valamint a Miroslav Kleza horvát oktatási központba járó gimnazisták vehették át az elismerést. Oktatás területén három dolgot emelnék ki, ami nagyon fontos, és talán üzenet diákok számára is, pedagógusok számára is, és természetesen nemzetiségi vezetőink számára is. Mindenképp fontos, hiszen nyelv megőrzésében, kultúra megőrzésében maga az iskola, maga a középiskola rengeteget tud tenni. És ezért találtuk ki, indítottuk el a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat. Ezért indítottuk el azt a lehetőséget, hogy ha már valaki egyetemre, főiskolára megy, és valamilyen szinten nemzetiségi nyelvet szeretne tanulni, illetve valamilyen módon majd később nemzetiségi közösséghez szeretne elhelyezkedni, akár pedagógusként, tanárként, vagy más szakmai területen is, akkor ott nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjban részesül a felsőoktatási tanulmányi során is. És a harmadik lépés pedig az az volt, hogy pedagógusunkat, akik titeket tanítanak, titeket nevelnek, őket is megbecsüljük, és ezért vezettük be a külön pedagógus kiegészítő díjat, ösztöndíjat, szabad így fogalmazni, aminek az a lényege, hogy mindenki, aki akár horvát, német, szlovák vagy bármilyen más nemzetiségi iskolában tanít, és persze azt a nyelvet tanítja és bírja is, ők külön díjazásban is részesüljenek. Ez az a három pillér, mely az oktatás nevelésben segíti azt, hogy megmaradjunk nemzetiségekben, és meg is erősödjünk. Itt ezen a területen kimondott a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat, amit most a fiatalok megkapnak, 2011-ben indítottunk el, és akkor még évente 12 tanulót tüntettünk ki összesen az egész országban. Eddig ez alatt a 10 év alatt 272 tanuló kapta meg a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat. Az okleveleket elsőként a német nemzetiségi iskolák diákjai vehették át, köztük Pánovics Dániel, aki jó tanulmányi és sporteredményeiért, valamint közösségi munkájáért kapta az ösztöndíjat. Meg szeretném köszönni az igazgatóasszonynak, a helyettesnek, a tanáraimnak, mert egyrészt az ő nekik is köszönhető ez, a tanulmányi eredményemnek, illetve az, hogy minél jobban próbálom ápolni ezeket a hagyományokat, családban is ápoljuk, és mivel a Kok Valériába járhatok, így örülök, hogy az iskola is így segít ebben, és ott is ápolhatjuk. Örülök neki nagyon, és tervben van egy külföldi utazás ennek köszönhetően, ami a nyelvtanulásban is segíthet. Biztos, hogy hasznát fogom venni ennek majd később, akár hogyha a sport kapcsán, mert focizom, akár munka kapcsán biztos, hogy valahogy így szeretnék elhelyezkedni, ahol ki tudom majd ezt használni, hogy németül tanulhattam. Az eseményen részt vett Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, és Gugán Iván, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke is. Mint azt Englenderné Hock Ibolya elmondta, nagy öröm, hogy a középiskolások számára elérhető ösztöndíjprogramot kibővítette a kormány, hiszen eddig nagyon nehéz volt csupán egy-egy tehetséges gyereket kiválasztaniuk. Ezek a gyerekek már évek óta nagyon sokat tesznek az adott népcsoportért, most az én esetemben a német nemzetiségért, és nem csak ezen a téren dolgoznak sokat, hanem tanulmányaikban, sport, nagyon széles körű az érdeklődésük, ők példák a többiek előtt, és hogyha őket tudjuk ezzel díjazni, ezzel ösztönözni, az nem csak nekik tesz jót és nekik egy nagy elismerés, hanem a szülőknek is, de a többiek felé mutatja azt, hogy érdemes és kell ezért dolgozni, és kell az adott népcsoportért tenni. Ennyire sokan még soha nem kaptak, tehát az előző években kevesebben kaptak ösztöndíjat, de így a Kok Valéria iskola központ esetében ez még nem is olyan nagy létszám, hiszen nagyon sok a tanuló szerencsére, tehát nagyon sok jó tanuló is van, hát ők a legkiemelkedőbbek.
idősödőbbek nyilván, úgyhogy nagyon örültünk, hogy 6 tanuló kaphatott. A Lővei gimnáziumból is 2 tanuló, tehát azért az, hogy Pécset 8 nemzetiség, német nemzetiségi tanuló kapott ösztöndíjat, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog. A 20 hónapon át folyósított havi 30 000 forintos támogatás, melyet idén összesen 67 tanulónak ítéltek oda országszerte, ösztönzést jelent a diákoknak.